Boldog karácsony és boldog újat mindenkinek! Itt újra lesz után. Évadzáró következik, vagyis szilveszter napja van. Ezen napon fogom feltétlenül az utolsó videót. Az összefoglalót, mint mindig. A negyedik évadzáró. Tehát ami innen kezdődik, hogy elmagyarázom ezt a 21-es részt. Amint láthatjátok, az Assassin's Creed 2-re kezdtem. Tehát körülbelül úgy számítások alapján úgy 750 a feltöltött videók száma. Hát én akkor Fortnite-oztam is, a Battlefield-et már szinte befejeztem. A 13. játék egy veleg. Igen, ilyenkor raktam ki az Impossible Puzzle-t. Handy Stickman Collection, hányadik? Igen. De is sem csináltam All Achievements-el. És miért gondoltam úgy, hogy az összes vívány megcsinálom? Mert így akkor teljesen megvan. Crash Bandicoot 2, itt megszereztem mindent a Platinumot. Miért vállaltam azt, hogy Platinumot minden megszerzem? Hogy a mestere legyek. Igen, Assassin's Creed 2. Miért adtam olasz címeket ezeknek? Mert itt olaszul is beszélnek. Hát úgy köszöntem, hogy Buongiorno. Mert egyszerű a karakterét irányítom. A Fortnite-ban azért kezdtem be, hogy a Save the World-ot is kivigyem, mert unalmas, hogy csak a Battle Royale-al foglalkozom. Igen, de mindegyik epizódnál a Battlefield 1-ben megcsináltam No Death-fel, azért, hogy lezárhassam a játékot, csak kelljen többet foglalkoznom vele. Igen, a Legends of Runa-ba is belekezdtem. A Minecraftból csak két videót fogadtam el azért, mert meggondoltam magam ez esetben, meg eltűntek az adatok is. Sajnos más taktikát találtam ki. Hát nem volna jó, hogyha normálban csinálom, jobb inkább nehézzel. Én akarni belekezdeni, és sajnos bilentyű problémákkal küzdködök. Mert ott is az W-ken nyomni. És sajnos elvinném azt javítóba, hogy kicseréljem a billentyűket, de sajnos nem működik. Sajnos Kínából hozzák azt, és az sokáig tart, a február még megjön. Ezért sajnos el kell törnöm egy kicsit. Folyton az esélyként nyomna, hogy a W újra induljon. Ez itt inkább olyan, akkor el kell változtatnom a beállításokat is. Tehát olyan a billentyűket használok, amit azt is tudok irányítani. Assassin's Creed 2. Nincs így mondani. Nincs így mondani. Igen, a Crystalba azért vágtam bele és beszélek angolul, mert már kivittem a Pokémon Goldot. De a Crystalba az a helyzet, hogy a Goldban nincsen Battle Tower. Azt akarnám megnyerni, azért vállaltam, hogy a Crystalt is kiviszem. Hát Assassin's Creed 2-ben volt, hogy gyűlöltöttem, de csak a Ubertorra. Jobban gyűlöltem, mint Rodrigo volt. I will be the best guy. Az egy 50 szintű rage game volt. Ezt jobban is meg tudtam volna, hogy miért váltam, hogy Bélép közdjön meg a bogápokémokkal, pedig én vagyok akkor hátrányban? Kihívásra a válasz, kérdésre a választ. Az Assassin's Creed 2 után jött a Discovery. Miért váltam Discovery-t? Mert nem hagyok ki semmit. A franchise-ból minden egyes szíje ki akarok vinni. Az túlszányonnál, az a túlszányon már többi videójáték kommentátor teljesítményét. Aztán
Tomb Raider 3. Ja igen, már akkor tofóval jobban belevágtam a Tomb Raiderbe. Először kezdtem The Golden Mask, utána jött a harmadik széria. Macskaetetés. Még megvolt az a macska, akit besimogtam még 2020-ban. Gondoltam, szórakoztatla benneteket azzal, hogy megmutatom, hogyan etetem meg. Hát tudom, hogy szereti a húst. Úgyhogy mutatom is. Anyád a te rohadt reklám! Tudtam, hogy a sajtot is megeszélve, de részben tejből van. Igen, volt egy hibás simulatás is. Dorom volt is. Még ezt is tudtam, hogy meg fogja nyalni. Bár megesz, amit csak talál. A pástitomba is belenyalt. Megrácsálta a kalácsot is. Az lecsó volt, amit evett ottan. Igen, azok a húsok. És még adtam neki tejet. De a top 10-ben sajnos nem igazán fért bele. De azért a simogatásot beletettem az ötödik helyre. Igen, itt már az ötödik pályába belkezdtem. Bocs, hogy a Ivan of Game-ekkel nem foglalkozom mostanság, de sajnos tönkrement a bal nyílam. Azt is meg kéne javítani. Hát én nem tudok Ivan of Game-ezni, amik azt nem viszem már a javítóba. Azért nem látok tőlem Ivan of Game-eket. Miért írtam olyan nevet, hogy Dél-Afrikai Mutánsok? Viccből. Pontosan úgy, mint a így homélyben, amikor azt mondják, ovi sok, vagy valóság sok. A játékterminátor itt nagy kihívás volt az I'm on the Time Machine-ben. És miután meglett a Discovery, jött a Brotherhood. Pyramid Site és Saga. Hát most idén kiszálltam, mert... De talán még foglalkozom vele, de nem most. De a Kenny Cash szagában legalább 10 000 pálya van. Hát sajnos élben mutatok be valamit. Hát ezt nem érdemes megtartani, mert sajnos nincs folytatása. Nos, miért hívtam azt, hogy Romulus Farkas Geciye? Mert az ottani farkas emberek gyűlölni valóval, kis szarosak pofájuk. Hát mind megérdemelték. Várjunk csak. Igen. Na ez az, ami a harmadik helyre felkerült. Sledujete Joj Sport, pretože slovenský... Môžete vájať. Speeds my game. Every light to my bear, you must die.
Fatality. Veszitek észre, hogy nem lövök. Már ezt korábban előre kiterveltem, úgyhogy ezt kicserezem az összes támadását. Mert tudtam, hogy nehéz módban az összes támadásától ki kell térnem. Mert túl lassan megy le az ereje. Igen, tudtam előre, hogy utána nem fog, miután kicsertem az összes támadást, nem fog tovább támadni. Így akkor már van lehetőségem lőni. És miért csuktam be a szemet? Mert tudtam, hogy nem fog támadni. És másik ok pedig az, hogy... hogy már a sütőbetörőt nem látnátok. Tehát nem tudhatjátok, mikor van olyasmi, mikor tervezek olyan bemutatókat, amit nem láthattok. Addig tartottam csukva a szemem, amíg... de nem győztem. Infugálni csata. Ez nagyon kemény volt. 60% esélyem volt, hogy jó támadásokat kapom. Hát csak ennyi, itt kellett remélnem az Infuká bossnál. Azért tudtam nyerni. Mert megtörtént az a szerencse. Hát van a kill guy. Pontosan azért nem tudtam befejezni, mert a balosom nem működik. Annélkül nem tudom befejezni. Szerintem megváltoztatni, de nem engedi a rendszer. Igen, a Lost Artifact, mondtam, hogy még a készítőket sem hagyom ki. Ludas ez után. Miért terveztem magam úgy? Hát egy libát irányítok. És elég vicceseket tudod csinálni. Hát amit a Best of-val tettem, az nem fér be a top 10-be. Viccesenetek például a... hát hoztam a Veszokban, mert úgyis megnézíték, úgyhogy minek kell mondanom. Igen. Szemkötő, magázó és magunk kihívás. Hát ezt magamtól találtam ki, hogy... tudtam, hogy sikerülni, hát ezért gondoltam kipróbálni. A parateszte. Hát azt már megcsináltam. Mert más videójáték kommentátor is látom, például B-Turbótól. The Last Revelation. Igen. Mindegy. Jaj,
Jaj, valami megyek én. Vissza. Majdnem elfejtettem valamit. Igen, a Times Exclusive Level. Hát az nem lehet volna érdemes kipróbálni. Tudtam, hogy halál nélkül sikerül. Hát ez is volt terve, mivel egy pályás. És azután hagytam be a Tomb Raider 4-be. Én vagyok a ludak királya. Miért hívom magam a ludak királyának? A kérdésem az nagyon könnyű. Hát ezért. Mert minden, még az extrákat is megoldottam. Ezért nyilván tudtam, hogy tudok királyává magam. Mert még a gyorsasággal van, és ügyesen bevetettem. Igen, Gedikás szagával van, jobban belevágtam, és eljutottam készen úgy az 1160. szintig, azt hiszem. Hétnek miért adtam francia címet? Mert Baron de Valois az francia. Órevált pedig azt jelenti viszlát. Requiescat in pace azt jelenti nyugodjék békében. Sziasztok, kiász. Hát akkor dolgoznom kellett, amikor az megtörtént. Nem nyilvánítok itt akármit a legjobb pillanatok közé. Egy egyszerű munkát nem nyilvánítok a legjobbak közé, mert az bizonyos jelenteket nem szárnyal túl. Aztán... Így jöztem, hogy Cesare Borgiát. Cairo Pokla. Hát miért neveztem Cairo Poklának? Arra is könnyű a válaszok, ezt mindenki tudja, hogy játsz. Elváljunk. Igen, mondom. Pontosan ezért, mert nagyon sötét az ég. Ha ilyesmi történik, az azt jelenti, az már maga a pokol. És miért több részre osztottam? Hát azért, mert nem tudtam jobb címet kitalálni. Igen, a Dead Island-ben is bevágtam, hogy brutális kivézéseket is csináltam. Ez adja megtetszett. Pillanatok pokla, ott is nagyon sötét volt az ég. Miért mondtam, hogy Lárkov halála? Mert lezuhant a piramisok között. Áj! Igen. Itt vesztem be a I'm a Kill Camilla 2-t. Egyelőre. Igen, a negyedik jeliás kiás már megrendeztem, ami 4 órás volt. Hát kevés viccvonás hallottak. Hát adok tőlem. Benneteztem és látszvérzéssel is foglalkoztam, mert hát a favágást javasolták, hát azért is vágtam bele. De azt nem várjátok, hogy mindenből kérlek a kettőt csináljak. Milyen dolga lenne az? Igen. Pontosan a Battle Tower-ra belevágtam, de sajnos kiderült, hogy szuper nehéz. Ezért ő komolyabb stratégiával van szükségem, hogy csak sikerül. Azt akarom, hogy sikerüljön. Itt történt egy érdekesség, ami rendkívül szokatlan egy Kenny Kasszaga történetben.
Biztos megvan valahol. Nem ez az. Ez lesz az. Figyeljétek! Én nem csináltam semmit. Nem csináltam semmit és már is nyertem. Ilyet, úgy jelni, hogy nem csak semmit. Hát látok, elsőre lettem, úgyhogy nem tettem semmit. És első is lettem. Ez a leghihetetlen dolog. Nem csináltam semmit. Ez magától indult be. A Mori azt jelenti, hogy dögölj meg. Hát a... Gondolom, hogy az szó jobban hangzik. Ezért itt a múgy. Miért nem eszem borról bőtön, mert a Dejlán csanos ilyen, mert tel van zombikkal. Ilyen, itt szó később válasz. És a Revelations, az az én végigjátszásom volt. Azért, mert ez szultán téma. Mert akkor egy több első szerint szultán is Szulejmán herceg. Igen, a 10 perces Kumikyo Kumix, ami 6. helyet érdemelte ki. De úgy csináltam meg, hogy SSS ranggal. Sziasztok, itt lesz után. Úgyhogy még egyszer bemutatom. Jaj, túlva. Az ott a már kedvencem a Kumikyo Kumix. Ha egy Avoidance csatát megjelenek, akkor szám a kedvencem így válik. SSS-rang! Bizony. Nightmare Stone. Na, ekkor már használtam a Game Boy emulátort. Hát csak nem kérdezi bárki, hogy hogy amúgy ezt kihagyjam. Én bármit bevetek azért, hogy kijátszhassam. Még akkor is, hogy ez itt emulátort kell használnom.
Miért hagytam a célt, hogy a férjes és Szulejmán herceg érkezik? Hát a Szulejmán adja meg a kérdésre a választ. Mink azt mondták, tisztulj! A férjes és Szulejmán szultán érkezik. Na, az adta az ötletet. És ja, igen, annyi a kedvencem volt a Revelations, hogy úgy döntöttem, ahol csimmence egy szönkés sikerült is. Na, itt is volt egy gyűlölt része. Na, itt nagyon gyűlöltem Abbas jobb kezét. Akítom egy kicsit. Merhaba mindenki, aki túl lesz. Igen, itt törökül is köszöntem. Most jött, a legdurvább része. Által a legdurvább pillanatok. Most kiderül, hogy az miért a leggyűlöltebb assassin a franchise. Megérdem. Baszki! Már megint a hirdetés! Tűnje! Tvrdej práce. Mi voltál, fasz? Ez extrémen gyűlt ezt a kurva nagy faszokot! Öld meg, Eva! Öld meg! Öld meg! Milyen ostoba! Nem lett vatszabad! Ezért! Ezt nagyon megjelenetek, kurva kérdélek! Igen. Az ilyenek a p***ból van a helye. Nem az élők között. He is possessed! Kill him! Te vatkodj kérdéli, meg fogod ölni! No! De előbb önket fog kinyírni! Megszültek, kurvat, árulok! Minek haltok? Megszállt! Megszállt ökörés! Igen, de ha előfordulhat az, hogy olyan videót is csinálok, hogy top 10-eset, amiben megmondom, hogy melyik bosszokat gyűlöltem a legjobban. Amiket biztosan mondhatnék egyenlőre, az Badger, Uberto Alberti és Abbas is az asszaszinjai. De lesz majd még olyan, de ha aggódjatok még. Mert már tudom, hogy még egy imádtottak hozzá. A legyűltebb bosszokká. Miért van reszkes időben törőkben 2466-os nézettség? A válasz könnyű. Fizettem érte. Nem fogom hagyni, hogy bárki tönkretegye a lehetőségét annak, hogy, kapja továbbra is pénzt. Mutatnék is valamit. A nézés időnek mindig 4000 felett kell lennie. Vagyis naponta 11 órát kell a világnak néznie. És nem történhet meg, hogy 4000 alá süllyed, mert akkor rá kell készíteni valakit, hogy hogy növelje meg. Kb. Ennyire. Nagyon dühös leszek, hogyha a 4000 alá fog lesüllyedni. Rettentően dühös. És ezt soha nem fogom, ezt minden áron meg kell akadázni, 4000 alá kerüljön. Ha kell, akár évente 3-4-szer megismétlen. Igen, már belevágtam a Crash Bandicoot 3-ba is, a szányot százalékosítva, és azt is platinummal kivittem. Na, a puzzle király. Hát, itt megfejtettem. Professzor Laytonban mind a 170 puzzle-t megfejtettem. Nem kellett ehhez YouTube, csupán... Agy.
Na, professzorítóz meg a finszvágvégázásokhoz agy kell, nem arci tudás. Miért döntöttem úgy, hogy Walk in Dead-t csinálok egy top 10-est? Azért... Mert ott már találtam olyat, hogy The Most Evil Characters. Az is az adta az ötletet. Hát gondoltam, hogy Best of-ot csinálok belőle, de sajnos volt egy rész, amit nem láthattatok. És azt szívesen beletettem volna. És lehet, hogy ez gondot jelentett volna, azért döntöttem így. Igen, ezt megcsináltam nehézzá. Igen, itt fejeztem be a Battlefield 1-et. Aztán beváltam az Assassin's Creed 3-ba. A kék karaktereket irányítani, akik közül az egyiknek meg kellett halni. A kiskori képeket. Megmondtam világosan, szomorú leszek, ha nem nézitek meg. És mivel ennyien néztitek, most nagyon szomorú vagyok. Mindannyiótok. A miért nem adik ma? Golfing on the beginning. Az egy mobilos végjátszás. Gondoltam, tudom, hogy nem kellett volna belevágnom, de amikor találtam megoldást arra, hogy kijátszom, hát belevágtam. Hát sajnos elfordul néha egy szintet csinálom a Candy Crush szagamból, azért mert folyton ezeket adnak. Igen, bevágtam a Call of Duty Finance Hour-ba, mert az jön a United Offensive után. Hát miféle végigjátszást csinálnék, hogyha csak a főküldetéseket csinálnám meg. Az túl úgy lenne. Egyébként tudom a hibákat, de sajnos nem találtam megoldást arra, hogy ezt kijavítsam. Igen, de már hajós küldetésbe is belevágtam. Igen, már 800-nál tartunk. Miért neveztem a Lovecraft és a bölcsek kövének? Mert úgy hívták angolban, hogy Philosopher's Stone. Tehát ez olyan, mint a Harry Potter és a bölcsek kövét mondanám. Legviccesebb hangos bemondó. Na, ennél viccesebbet nem hallanátok. Nem véletlenül tettem a top 10-ben, nagyon vicces. Hát nem hallanátok akármilyen játék. Hát úgyhogy mutatom is. Jövő beszél. Azt betettem a best of-ba. És nevettem is. You are now entering a restricted area. You are not authorized to be here. Please return to me otherwise. Security has been notified. For glory. Hát persze, hát miért nem vicces azt, hogy you are not Skirti. Hát persze, hogy vicces.
Igen, itt már megcsináltam az utolsó pászot. Azért tartogattam utoljára, mert túl sok gondot okozott. Vigyétek, milyen nehéz. Preniko je to uvoľnenie. Čo znamená hudba pre teba? Rozbehni to na plné srdce. Kytar je ská. Be kell ereszteni ezt a kisebbet. Igen, nagyon messze voltak, ide kellett elhelyezni. Ettől volt a legnehezebb, ez a legokosabbak a csatája. Ja, ezt nem kell. Ezt ide. Fontos gyakorlás kellett, hogy fejből meg kell tanulnom a taktikáját. Azért sikerült. Itt az iskola, mert itt az iskolázó módszer segít. És akkor ez kiszabadul. És akkor ezt ugye helyzetem bátran. És a legvégén... Ja, ez az! Igen! A challenging puzzle, to be sure. És ezzel meglett az utolsó puzzle. Egyéb ikoráta. Csináltam. Na, ez okosnak kell ám lenni, hogy minden 150-et megfejtsd. Mert most már, most a készülők van 150 puzzle-t megcsinálni. Alvó kihívás. Már igen, volt kihívás. És olyan adottam? Hát így. Vicces, de megérte. Hát de sajnos nem igazán fér be a top 10-be. Best of all, befért volna, de... Hát mindegy. Na ez volt az egyik leghosszabb videóm, a jeliás kívás maraton. Ami 8 óra 24 perc, 18 másodperc. Volt egy korábbi, de sajnos lehet nem tudtam feltölteni, mert csak 12 óra a max. Még elkezdtem, hogy tartsam-e meg. Mert sajnos gondolkozom kell azon, hogy érdemes-e megtartanom. Igen, gyorsan belvágtam, mert rövidke volt. Igen, London Life. Miért vágtam el London Life? Tudom, hogy unalmas, de annak is van endingje. Azért gondoltam, hogy belevágok. Addigra meg lesz a 10 millió pont, amit meg akarok szerezni. De megszerzem a legmagasabb rangot. A kihívásokat... csináltam egy top 10-est. De ne aggódjatok, nincs benne végjátszás, csak a legjobb kihívás. És a legjobb kihívás az Impossible. Ja, igen, az Impossible Puzzle. Ezt elfelejtettem megemlíteni. Ja, de az benne van a legjobb között, hogy azt már kiraktam. Igen, és a Facebookon is benne van ő. Is van az, is van az. Jó van, ez lenne az a... Ez lenne az a... Impossible puzzle, amit kiraktam. Amit szerintem nehéz volt kirakni. Azért tettem a másik helyzet, a nehézség szint alapján. Jaj, becsukni. Ezt se kell. Igen, az Assassin's Creed az 50 videóra sikerült, mert túl sok feladatot adtak. Mert a Assassin's Creed is túlszányolja a többiek teljesítményét.
Igen, ezt halál nélkül csináltam. Egyszer vijátszással túl uncsi lett volna. A golfikat újra kezdtem, azért, mert egy jobb vijátszást akartam csinálni. Olyat, amiben nincs bug. Vagy pedig crash. Úgy akkor még jobb kijátszani. Aztán napoltam mindig azt töltöttem fel. Még már megcsináltam a Dungeon Siege Legends of Runa-t. Meg tudtam kérni valakit, hogy tartsak egy podcastot vele. Megmutathatnám, de inkább nézitek még. Bárkivel vállalnám a podcastot, mert sajnos nem akartok beszélni vele. Aztán... Igen, The Great Ace Attorney-be is belevágtam. Még a spin-offokat sem hagyom ki, még az Ace Attorney-ből sem. Na már itt van, megcsináltam az ezredik szintet. Jezai Bet Breakdown-ot betettem a top 10-esbe, mert a legviccesebb dolog. A Giant Stone költés az nagyon rosszul esett, mert szörnyen nehéz volt a full sync megszerzése. Hát a Dark Souls 2 azt akkor akartam csinálni, de sajnos korrupt lett a Steam. Azért nem tudok belevágni. Én akarnám egy csinálni, hogyha engedni a rendszer, de nem engedi. De remélem nem kell kitörölnöm. Igen, szuper, a legegyszerűbb végigjátszásom. Mindjárt mutatom miért. Hát Kajtó Ghost szemvét egy barát. Miért tettem bele a Best of-ba? Azért... pontosan azt a viselkedést tartott a vége, amit említette kétszer az Assassin's Creed Revelations-ben, hogy úgy halt meg, hogy azt hitte elárulta. Igen, történt az újabb simogatás. Azt betettem az ötödik... Azért az ötödik helyre, mert a többi négy nagyszerűbb annál. Ez az ötet héten jött, mert közelembe tudott jönni, és át tudtam venni, hogy simogassa. Ez ott az ötet, hogy lefilmezzem őt. De még többnyire látható az hogy vakarom is, mert... Mert mondták, hogy eléggé viszkedés. Azt akarja, hogy vakarjam meg. Aztán... Az endless módokat is meg akartam csinálni, azért, hogy minden ki legyen töltve a Super Hardból. Mert mindenki akartam rajta próbálni. És azután jött csak a kihívás. Hogy még kérdőjel ittam be, azt majd csak később tudjátok meg. Csak azért nagyon röheltem, azért mert folytogatta gyerekként, azért mert halálra akarta ítélni, és mert szaros a pofája. Aztán továbbra is folytattam. Impossible Game, amit két évvel ezelőtt kezdtem el először. Még csak most vágtam bele. Azért, mert a Chaos Fantasy-t eddig végig nem tudtam megcsinálni, mert volt egy néhány aljas okoldák föl, fejjel lefelé. Hm.
mutatom is. A fejjel lefej való rész, ami nehéz volt megszokni, szörnyen nehéz. Még gyakorlás is kifogott rajtam túl sokszor. Főleg ez az akadály, mert mindig fogyugrani kell, vagy nem. Ez volt a legnehezebb rész. Mert is két túl közel voltak egymáshoz, az a hármas szám. Ne lepődjetek meg ezen, hát évek múltam már újra belevágtam az Impossible Game-be. Ebből is bizonyítottam, hogy nem adom fel. Igen, csináltam egy legjobb pillanatot, mert már elértem az 1 millió osz megtekintést. Mutatom is. Feltöltés óta. És most 1.023.217 az összmegtekintések száma. Hát ez mindenképpen megérdemelte, de 2 milliónál nem nagyon megérdemelni, meg legfeljebb inkább úgy 10 milliónál. Főleg, hogyha itt mutatja meg. Így befejeztem a Dead Island-t, Riptide-ot. Igen, a Tyranny of King Washington. Megfogadtam én, hogy a DLC-ket is kiviszem. Ez, de az már az erősek harcának számított. Return of Arhak. Hát ez inkább spin-offnak számít. Megfogadtam, hogy kiviszem. De úgyis Hard Solo. Ez a legnehezebb mód a kivételéhez is. Legnehezebb módon. Vittem ki, úgyse. És halál nélkül. Igen, ahogy említettem, itt rossz a W billentyű, ezért fejeztem be ilyen hamar. A Heaven azon is sem akkor gondolt, mint ez az előzőben. Ahogy említettem, az ezer már egyre rosszabb lett, főleg az olyan akadály, ahol... ami akadályoz benne megcsináljon. És itt fejeztem be az Impossible-t, és azonnal bevágtam a Geometry Dash-ba. Az már olyan fajta végigjátszás, hogy még évekig is tudnám játszani, ha akarnám. Itt már megvan a nehézségi szint, de viszont... Várjátok egy kicsit. Ez a rohadék. Megérdemel egy büntetést. Nem tűröm a sértéseket. A sértéseket én nem tolerálom. Sziasztok, hogy tőle szóltam. Folytatjuk a Geometry Dash-t. És amit láthatjátok, csak practice módra vittem ki, és normálban van még soha. Tehát ez a három csillag még nem jelent meg. Tehát... Na... Inkább ezt ne... Hot dog kihívás. Mert van egy fontos dolog, amit meg kéne említenem.
De nem, nem az, hogy eszem az a kettőt. Itt két töltő, aztán így egyik kezemben van, a másikban. Na az Balázs Selmeci, azt mondta, hogy a gyíjas videó legjobb a világon. Na, sajnos van egy rossz ilyen ezzel kapcsolatban. Az élet elszomorított engem. Nagyon elszomorított. Aki ilyet mond nekem, totál elszomorít. Egyrészt, mert nem ismer. A válaszokat jobban nem írom, mert azt inkább dejtsítik ki magatok. Ne mondjatok nekem olyat, hogy a kihívásaim a legjobbak a videágon, mert egyáltalán nincs igazatok. Mindig az a legjobb jelent, hogy beteszek a best of-ba. Egy átlagos végjátszást nem teszek bele a best of-ba. Akkor teszek bele valamit a best of-ba, hanem van valami különlegesség bennük. Szokatlanság, nevetés, idegesség, ömtombolás, na ilyenek. Ilyenek kerülnek bele a legjobb pillanatok közé. Kias abban az esetben, ha úgy vélem, hogy van helye ottan. De a hotdog előkívás nem olyasmi, amit beletennék a legjobb pillanatok közé, de főleg nem a top 10-be, mert az nem szokatlan, hogyha ezek hotdogot. Miért ne csináljátok, hogy azt mondjátok, hogy a kihívások legjobban virág, mert nem igaz. Egyáltalán nem igaz. Ez szomorít, mert nem a legjobb jelenetemet még dicsér. Ez nem, ez hamis dicséretnek veszem az ilyesmi dicséret, ezt nem tolerálhatom. Tanuljunk kell vele, hogy az a legjobb jelenet, amit beteszek a best of-ba. Előfordul, hogy még hármat is megcsinálnak, azért, mert például úgy, hogy könnyű, normál, nehéz. Sziasztok, idő után újra tartok egy geometry test, de ezúttal... Na, van itt egy ilyen komment. Ilyet senki nem merészel ilyen mondani. Nem vagyok hajlandó leállni semmiért. A céges elhangodok a baj, de hogy ne nézzenek le és ne rúgjanak ki igazságtalanul. Ez tökéletes mentség mindenre, amit teszek. Úgyhogy fog... Aki nem szeretné, hogy dühös legyek, az fogja be a száját. Speedrunner-t még két részes. Azért, mert szörnyen nehéz volt. Hard mode challenge. Perfection time. Nagyon elszomorítottak, hogy nem néztitek meg. Ez a legjobb jelenetem. Csinálj meg van. Itt jó lesz. Only two. Szuper, ha te átlagosat tűnik, hogy csak egyszerűen kiviszem, de a no-listát az nem hétköznapi. Csak a legjobbak nyerhetik meg.
Ezért kellett volna. Ezért is osztottam meg, de látodon soha nem figyeltek rá. Igen, itt az összes küldetés megcsináltam. Bizony 3 órába telt. Sokáig tartott, de legalább túlestem rajta. Igen, Liberation sem hagytam ki. Liberation jött utána. De még nem fejeztem be az Assassin's Creed-et, mert még sok minden maradt hátra. Jó, nézzük át még 50 videót. Igen, vicceket is csináltam. Hát miért a könnyű nehezet tartom ki? A Timon is Pumba adta az ötletet. Amikor azt mondta, hogy felemelt egy pandát, egy ujja. Emelni még magpics volt, egy ujjas pandát találni volt nehéz. Az adta az ötletet. Nécsés eredet is beletettem a best of-ba. A rendsz magazin se hagyom ki, hát úgy is jártam az egészet, hogy időrendi sorrendben, hogy jó legyen. Ez a legjobb teljesítmény a Geometry Dashban, és a 7. helyet elfoglalta. Nem lehet tovább csinálni a teljesítményemet. Bizonyít én nélkül senki nem lehet a legjobb. 10 csillagossal, és nem sorrendben megyek, olyan sorrendben megyek, hogy csillagszint alapján. Ha van egy 10 csillagos, akkor azok... Úgyhogy nézzük el egyszer meg, hogy mennyi egy is. Ki kell kapcsolnom a hangerőt, mert sajnos copyrightosak a zenék, ami felháborító. Lehet, hogy copyrightos. És nem tudod, melyik nem az. Egy igazi profi még az élméket is megszerzi. Még szép, hogy megszereztem őket. Három, csak három kell ugranom, és elkaptam azt. Kitűnő. Jó munka volt. Ez az! Ez az! Igen! Yeah! A szóra! Bizony! Igen! Egy átlós nem jutott volna eddáig. Úgyhogy nem véletlen tettem be a 7. helyére. És még itt fejeztem be a Liberation-t. Impossible quiz, mint korábban. You've been trolled, ott volt az első insane győzelem. És a Wreck the Fifth volt az utolsó. Miért most találtam ki, hogy a Dead Rising franchise-ból belevágok? Hát korábban is akartam, de most... Most jutott eszembe. És győzem is, tehát ahogy mondani szoktam, mindig törlöm az előzőt és az új fogja helyettesíteni. Tehát
amikor jön a következő december 30-a vagy 31-e, akkor az törlődni fog, és az új fogja átvenni a helyét. Ezt szerintem megmutathatnám itt is. Köve ennyire hosszú. És ez a... És ez mindig hosszabb lesz. Nincs leállás. Tehát 2021-ben de semmi jó dolog nem történt velem. Az egyetlen, ami jó dolognak számított, de hogy megnyertem a Noli Startot a Super 6-ban. Az volt a legcsodásabb dolog, ami történhetett velem. Minden más csak rosszabb volt. Még a fizetségem sem volt normális. És fontos megjegyzés. Hamis dicsérnek veszem a kívásomat, mert... nevezze a legjobbnak, vagy a kívások királynak nevez. Ahelyett, hogy a videójátékok királynak nevezni. Ezt jegyezzétek meg, mert aki ilyet mondott, nem önmagamért tisztel. Én azt tisztelem, hogyha önmagamért tisztelnek, nem pedig a kihívásomért, mert az nem igazi dicséret. És majd hamarosan ezt fejtegvésem többször is. Tehát ugyanúgy az évadjától lesz a következő, majd ott fog megmondani, hogy mi lesz ezután. Jó van, ennyi volt. Hogy mi lesz a jövőben, azt is majd imanyító mondom meg. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, nyomatok egy lájkot, és a következő videóban találkozunk, azaz az új évben. Ennyi volt, boldog új évet!